Tisztelt képviselőtestület, az elmúlt időszakban következő események történtek. Április 24-én a kerületi orvosokkal, 25-én pedig az egyházi vezetőkkel tartottunk munkaértekezletet kerületünket érintő aktuális témákról. Április 25-én a Virág Benedek utcai idősotthonban 100. születésnapján köszöntöttük Gábor Vincénét. Ezúton is jó egészséget kívánunk neki, és gratulálunk a szép évfordulóhoz. Idén április 27-én Soroksár önkormányzata szervezte meg a rendőrség napja alkalmából a Sárkányölő Szentgyörgyi átadó ünnepséget. 18 pesterzsébeti rendőrt részesítettünk pénzjutalomban, és a PESO felterjesztése alapján rendőrök mellett munkatársunk Ecsedi Nagy Andrea protokoll és sajtóreferens is elismerő címet kapott. Szeretném önöket tájékoztatni a pénzügyeinkről. Számlánk egyenlege május 9-én, a költségvetési számla egyenlege 1.544.222.000 forint, a bérlakás értékesítési számla egyenlege 182.800.000, az egyéb helység telekértékesítési számla egyenlege 392.738.000 forint. A számlákon lekötés nincs, munkabérhitelünk, folyószámla hitelünk nincs. A képviselőtestület kérésének megfelelően mellékeljük a Pest Erzsébeti Városfejlesztő Kft. Április havi tevékenységéről szóló beszámolót. Közbeszerzéssel kapcsolatosan szeretném önöknek elmondani, hogy zöld felületek és járdák rekonstrukciója első része, amely a Topánka utca, Török Flóris utca, Széchenyi utca közötti szakasz, a második rész az a határút Lajta, Török Flóris közötti szakasz, a harmadik rész pedig Török Flóris utca, határút Bíró Mihály utca közötti szakasz. Közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívást és dokumentációt április 18-án megküldtük 5 gazdasági szereplő részére. Az ajánlatételi határidőre 3 érvényes ajánlat érkezett, a legjobb árérték arány szerint ajánlatot a H+D Kft. Tette. A szerződés a moratórium idejének leteltét követően május 16. napjától megköthető. A Csili Művelődési Központ légkezelő berendezéseinek beszerzése, beépítéssel, üzembe helyezéssel tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese a Technopoint Klíma Kft. Lett, a szerződés kötés az folyamatban van. Szeretném önöket tájékoztatni, határozatunk ASP pályázattal kapcsolatos végrehajtásával kapcsolatban. A közigazgatási és közszolgáltatás fejlesztés operatív program keretén belül a miniszterelnökség, mint támogató, a VECOP kötője 16 csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívására Budapest Főváros 20. kerület Pest Erzsébet önkormányzata kérelmét elbírálta, támogatásra alkalmasnak minősítette és maximálisan elszámolható összeget 8.958.201 forintot megítélte. 201 forint az biztos gondos utánjárás után jöhetett ki. A Magyar Államkincstár megküldte a végleges ellenőrzési jelentés tervezetet, melyhez intézkedési tervet most készítjük. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy általában egy ilyen ellenőrzési jelentés elsősorban a hibák feltárását és azoknak a korrigálását szolgálja, és nemigen találkoztam még a pályafutásom alatt olyannal, hogy odaírták volna a végére, hogy csak így tovább a kijelölt úton. Úgyhogy ez a mondat ebből a jelentésből is hiányzik, viszont az általános és összegző, általános összegzésből egyértelműen dicsérő szavakat vagy mondatokat lehet kiolvasni, úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni a pénzügyi osztálynak és mindazok társosztályoknak és kollégáknak a munkát, akik ebben részt vettek, nem csak a több hónapon keresztül húzódó vizsgálatban, hanem a mögöttünk hagyott évek során is, mert ez az átfogó tényleg intézményekre, polgármesteri hivatalra részletesen kitekintő, betekintő
vizsgálat egyértelműen azt támasztja alá, hogy elfogadható színvonalú munka folyik Pest Erzsébet önkormányzatában. Nem azt mondták, és én sem azt mondtam, félre ne értsen bárki, hogy ennél jobban lehet, nem lehet csinálni, csak jobban lehet, de az eddigi elért eredmény is elfogadható kategóriába esik, úgyhogy még egyszer köszönöm. A mobil térfigyelő kamerarendszer működését a rendvédelmi osztály munkatársai figyelik, 9 esetben tettek szabálysértési feljelentést szabályszegőkkel szemben. A helyszíni megfigyelések és a kamerák hatására az ellenőrzött területet csökkent az illegális települési hulladék kihelyezése. Ettől még persze napi panasz érkezik a lakosság részéről ebben az ügyben, de azért ez is egy kis dicséretre méltó előrelépés. Tisztelt képviselő testület, határozati javaslat került kiosztásra, amely már egy meghozott önkormányzati döntésünket módosítja, amely a reformáció emlékének 500. évfordulójának állít emléket, és az ezzel kapcsolatos költségekről ez 200.000 forint plusz áfa összeget határoz meg, és kellene erről dönteni a testületnek. Nem olvasnám fel részletesen a határozati javaslatot. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, és egyúttal egy hiányosságom is eszembe jutott. Kérem, Zoli, hogy a titkárságról hozzátok be, legyetek szívesek a sósiódos fürdővel kapcsolatos látványtervet, éppen aktuális látványtervet, és azt csak így kiosztanánk a testületnek. Azért mondom, hogy éppen aktuális, mert még várható, nem is jelentéktelen módosítás ezen az anyagon, de azért már betekintést nyújt abban, hogy a főváros Hévizei és Gyógyfürdői ZRT milyen változást, milyen megvalósítást terveztet jelen pillanatban, sőt már a fővárosi közgyűlésben is döntöttünk ezzel kapcsolatosan, mert pályázati pénzt is szeretnénk ehhez, illetve a cég szeretne ehhez igénybe venni. Hát csak így letenni Zoli az asztal, és akkor szépen haladnak körbe, a képviselők átlapozgatják a számukra kevésbé fontos napirendi pontok közben. Tudom, hogy ilyen nincs, de kivételesen próbáljanak időt szakítani rá. És ezzel kapcsolatosan szükséges nekünk határozati javaslatot hozni, amely így szólna, hogy hozzájárul ahhoz Pest Erzsébet önkormányzata, hogy a telek megosztás után létrejövő ingatlanokra Budapest főváros 20. kerület Pest Erzsébet önkormányzata javára elővásárlási jogot átjegyezhessék. És még egy határozati javaslat, amely az erdőre vonatkozik, méghozzá ez a délpesti kórház mögötti erdőre. Itt is csak a rövidített változatot olvasnám föl. A szerződés megkötése után kéri Budapest főváros önkormányzatát a főváros település szerkezeti terv felülvizsgálatakor, hogy közjelölti erdő területfelhasználási egységben lévő 3,6 hektár méretű telek gazdasági kereskedelmi szolgáltató területfelhasználási egységbe kerüljön, valamint ezzel egyidejűleg az itt lévő építési telekből 4 hektár terület közjóléti erdő területfelhasználási egységre minősüljön át. És akkor még egy határozati javaslat, amely az indokol, hogy a héten kaptam meg a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelő Intézet főigazgatójának levelét, amelyben arra kéri önkormányzatunkat, hogy Semmelweis nap alkalmából jutalmazzuk, 3,5 millió forintot kér a kollégái számára ebből az alkalomból, hogy az önkormányzat biztosítson. A határozati javaslat ennél szerényebb összegről szól. Én egyeztettem a két szintén érintett kerület polgármesterével,
ők is nyújtanak támogatást, de ők is hasonlóképpen, mint mi, lakosságarányosan és a tavalyi évi támogatáshoz mérten a Dél-Pesti Kórháznak. Mi ezt úgy ítéltük meg, hogy a mi esetünkben ez bruttó 1.952.000 forint lehet, ha és amennyiben a képviselőtestület ezt megszavazza. Természetesen, ha más javaslat van, akkor azt is meg lehet most tenni. Nem volt alkalom ezt bizottságra bevinni, mert ez most érkezett ez a levél, tehát csak a polgármesteri beszámolóba volt lehetséges betenni. Köszönöm szépen a figyelmüket eddig.